Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Országos Széchenyi Könyvtár 10. podcast adását rögzítjük éppen. Liptai Endre történész, a kézirattár tudományos munkatársa és a Petőfi hagyaték referense lesz a mai vendégünk. Idén 2023-ban már a kulturális csapok teljesen tele vannak Petőfi Sándorral, hiszen 200 évvel ezelőtt született. A Nemzeti Könyvtár kézirattárában, könyvadományai sorában méltó helyet foglal el ez a gyűjtemény, amit most március 15-én egy kopia.osk.hu nevű oldalon, ahol kéziratokat lehet megtekinteni, a Petőfi gyűjtemény része is látható. Kezdjük az egészet azzal, hogy ez a kézirat hogyan kerül a Nemzeti Könyvtárba? A Petőfi kéziratok hogyan kerültek a Nemzeti Könyvtárba? Jó napot kívánok! Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és akik figyelemmel kísérik a podcast adásokat. Petőfi Sándor hagyatéka alapvetően első lépésben testvérének, Petőfi Istvánnak a megőrző munkája nyomán, folyamán állt össze, legalábbis egy része hagyatéknak, és így került be a Nemzeti Könyvtárba, egész egyszerűen úgy, hogy Petőfi István ráhagyta a Nemzeti Könyvtárra. 1880-ban, amikor meghalt, aztán a kézirattár, pontosabban a Nemzeti Könyvtár munkatársai átvették ezt a hagyatékot, és már akkor egy nagyon kiemelt hagyatéknak minősült ugye a Petőfi Sándorhoz tartozó irategyüttes, úgyhogy meg is jelent a Magyar Könyvszemlében egy írás róla, hogy milyen adománnyal gazdagodott a Nemzeti Könyvtár. Ehhez hozzá kell tenni azt, ugye felmerül a kérdés, hogy 19. században vagyunk, a dualizmus korszakában, hát miért pont a Nemzeti Könyvtár, az Országos Széchenyi Könyvtárba kerül be ez a hagyaték, és egy egyszerű válasz van rá, az egyik egyszerű válasz az, hogy hát akkor olyan nagyon sok közgyűjtemény még nem létezett, például a Petőfi Irodalmi Múzeum akkor nem létezett, ahol most is nagyon sok Petőfi kéziratot őriznek. Ugyanakkor viszont, hogy miért került ide, azért is kerülhetett ide, mert már 1880 előtt egy-egy esetben, pontosabban két esetről tudunk, az 1870-es években Bajza József özvegye volt az, aki néhány férjéhez írott Petőfi Sándor levelet, és oda csatolt, oda mellékelt verset, vers kéziratot adományozott a Nemzeti Könyvtárnak. Tehát ez a pár levél volt az első kézirat, ami Petőfi Sándortól származott, illetve egy-egy Petőfi Sándor könyvtárához tartozó kötet is bekerült, még az 1870-es évek végén. Ezek a könyvek úgy kerültek be, hogy Petőfi Sándor után Petőfi Zoltánra maradtak, a fiára Petőfi Zoltánra, és Petőfi Zoltán pedig részben megőrizte, részben pedig tovább ajándékozott egy-két kötetet a saját barátainak, ismerőseinek, és így került például Török Károlyhoz, Petőfi Zoltán kortársához, híres fiatal néprajzkutatóhoz is pár kötet, akinek viszont szintén fiatalon bekövetkezett halála után, 1875 után bekerült a Nemzeti Könyvtárba. Tehát, mikor 1880-ban az első nagyobb kézirat együttes, összesen 79 tétel, Petőfi István hagyományozása során az Országos Széchenyi Könyvtárba kapott helyet, ennek már voltak előzményei, tehát ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy ide kerüljenek. És emellett pedig azért egy általános jellemzőt el kell mondani a 19. századról, főleg a második feléről, hogy a 19. század részben a tudományosságnak is egy nagyon felívelő korszaka volt, mint a társadalomtudományok, bölcsészettudomány, de akár az orvostudomány, természettudományoknak is egy felívelő korszaka volt. Ehhez szerencsésen tartozott az a történelmi, társadalmi, gazdasági, közéleti helyzet is hozzá, hogy a dualizmus korában a polgári társadalom kiépült intézményrendszere szerencsésen járult hozzá ezekhez a tudományágaknak a fejlődéséhez, és a 19. század második fele egyébként a közgyűjteményeknek is egy nagy fejlődési pontot jelentett, mondhatnánk is, a kialakulásoknak, a továbbfejlődéseknek a virágkora volt. Ne felejtsük el, hogy az 1802-ben megalapított Nemzeti Könyvtár, Országos Széchenyi Könyvtár is ebben a korszakban kap több támogatást, hiszen költségvetési keresztül
keretek és a többi kerülnek számításba. Az Iparművészeti Múzeum is ebben az időszakban, a Dunajos korában alakul meg, illetve az országos levéltár is egy komoly reform folyamat során megújul, átalakul, tehát a modern kor polgári tudományos követelménynek megfelelően. Éppen ezért a nagy közönség számára is sokkal inkább képbe került az, hogy hoppá, a régi tárgyaknak van helye a múzeumban, a régi leveleknek, illetve van helye a levéltárban, tehát egy ugye a polgárosodás, a írásbeliség, és egyre többet olvasnak az emberek. Előtérbe került az, hogy ezeknek itt is van helyük, hagyatéként el lehet őket helyezni, egy múzeumnak lehet adományozni, sőt, még akár még komoly támogatást is lehet adni a múzeumoknak, ezáltal, hogy rá hagyományozunk tárgyakat és dokumentumokat, vagy anyagilag is támogatjuk, hát komoly mécenatúra folyt a 19. század második felében is. Ezek így összességében megmagyarázzák azt, hogy miért ide került a egyik legnagyobb költőnknek komoly irat gyűjteménye. Amikor készültem a beszélgetésre, akkor írtam, hogy Petőfi Fond kutatója Liptai Endre, és kijavítottál, hogy Petőfi hagyaték. Mégis a Petőfi Fond az egy fontos fogalom, kérlek ezt segíts helyre tenni, hogy mi az a fond. Igen, a fond ez egy ilyen irattárolási, feldolgozási fogalom, egy együttes, egy egység. A Nemzeti Könyvtár kézirattárába azokat a iratokat nevezzük fondoknak, amelyek egy bizonyos személy, vagy adott esetben egy bizonyos tematika köré rendeződő és velük kapcsolatba hozható iratok, levelek, műveknek a egységét jelenti. Ehhez még az is hozzájárul, hogy általában, amikor behoznak egy hagyatékot, ugye akkor egy írónak, közleti személyiségnek, tudósnak, politikusnak a hagyatéket hozzák be, ahová tartoznak levelek, levelezések, tudományos munkák, kéziratok, és ennek a tekintetében szoktunk beszélni úgymond fontképző személyről, adott esetben a fontképző személy, az Alanyi Petőfi Sándor, ehhez köthető dokumentumokról van szó, és ezeket nevezzük fondoknak. Ide tartozik még az, hogy volt időszak, amikor a beérkező hagyatékokban lévő dokumentumokat szétválogatták, tehát külön kerültek belőle a kötetes kéziratok, ezek a kötetes kéziratok gyűjteményébe kerültek. A leveleket is szétválogattak, és külön áttették a levelestárba, ahol szerző és címzet szerint helyezték el, és így tulajdonképpen szétszették a fondot, igyekeztek úgymond rendet csinálni egy hagyatékban. Később aztán kialakult az, hogy pont azért, hogy a tudományos összefüggések és a kézirat képző személy, költő, író, közleti személy munkásságának a jobb megértése véget, együtt kéne tartani ezeket a kéziratokat, tehát nem kell külön választani a levelezés meg a tudományos munkákat, a feljegyzéseket, a piszkozatokat, és így igyekeztek együtt tartani a fondot. Ugye a Petőfi Sándor hagyatéka pont abban a korszakban került be, amikor még szétválogatták ezeket a dokumentumokat, csak mivel nem volt kapacitás rá, nem került arra sor, hogy így tisztességesen szétcincálják ezt a fondot, maradt így egyben, és a 20. században került rá sor, hogy feldolgozzák, de akkor már a font feldolgozás szabályai szerint egybe tartották. Ismert az is, hogy Petőfi is maga bevitt a Nemzeti Könyvtárba egy dokumentumot március 15-én. Igaz ez az értesülés, vagy ez egy legenda? Én erről nem tudok. Nem tudok. Legalábbis pont az a napló feljegyzése, ami erről szól március 15-éről, hát ott ebbe én nem találtam ilyet, vagy nem emlékszem rá, hogy ilyen lenne. Ez nem azt mondom, hogy nem történhetett meg, csak nem tudom, hogy találta valami kollégát egyáltalán Nemzeti Múzeumban március 15-én, amikor forradalom volt, akkor lehet, hogy nem. Igen, az a legenda, hogy a 12 pontot megfogta és bevitte, hogy őrizzétek meg, de akkor ez nem biztos, hogy így van. Hát nem biztos, hogy így van, illetve nem tudunk róla, én nem tudok erről. Betűfire, hogyha gondolnak az emberek, az ismert verseire gondolunk elsősorban, de mégis levelek, műfordítások, akár a könyvei is tartalmazzák ezt a fondot. Uh-huh. Nem jövök le erről a font kifejezésről. De melyik részét kedveled a verseken kívül?
Ezt nagyon nehéz megmondani, hogy melyiket kedvelem. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy nagyon hasznosnak tartom azt, és nagyon gazdagnak tartom azt a kézirat együttest, amit ez a fond lefed. Engem, hát ha már a kedvelésem volt mégiscsak, ami számomra is újszerű volt, mikor ezzel kezdtem el foglalkozni, azok a kéziratok jelentik, amelyek kicsit újszerűek a korábbi Petőfi képhez képest. Tehát valóban a fordítások, vagyok ez a néhány rajz, ami megmaradt, de érdekesek a levelezései is, és ezek együtt adják azt a nagyon gazdag képet, amit talán a hétköznapi ember kevésbé ismer, mert mondjuk meg őszintén itt azért kialakult egy ilyen idol, Petőfi Sándor, ugye egy nimbusz, emblematikus költő, akinek a versét szavaljuk az iskolai ünnepségeken, meg egyéb ünnepségeken március 15-én, és akkor gyorsan március 12-én, 13-án kapjunk össze valamit, és levesszük a Petőfi összegből, és kiválasztjuk azt a verset, ami március 15-ről kapcsolatba hozható. És ennél azért a Szabadságharc költőjénél sokkal gazdagabb az a pályafutás, és azt is mondom, sokkal szakszerűbb az a pályafutás, amit Petőfi Sándor tényleg röpke 26 év alatt befutott. Sok nagyszerű verse mellett azt is meg kell állapítani, hogy 26 év alatt nem kevés verset írt, tehát több mint 800 versét ismerjük. És lehet, hogy mi valahol lappanganak, nem tudom mennyi, de ez a 800 vers, ez egy nagyon tekintélyes mennyiség. És ennek is csak a felső egy nyolcadát ismerjük szerintem jó részt, ugye a Jég egy csúcsát, holott pedig a Petőfi összesben nyugodtan be lehet lapozni, és nagyon jó kis verseket találunk. Az anyám tyúkja, a valamikén kurtakocsma, vagy éppen a szerelmes vers és a formaverseny kívül is. Emellett, ha már szóba került a műfordításai, prózai munkái, akár a levelezés, akár a úti leveleket is ide véve, egy nagyon jó nyelvérzéke volt Petőfi Sándornak, azt gondoljuk, és egy a helyesírása is tükrözi ezt, mert egy nagyon egységes helyesírást képviselt, ami azért is nagyon előnyös, mert Petőfi kéziratoknak a bemérése, megalapításához egy nagyon nagy segítség, hogy tudjuk, hogy következetesen használta azt a helyesírást, amit akkor ő használt, és amit nem mindenki használt mindig ennyire egységesen és következetesen a 19. század első felében. A fordítások az egy érdekes dolog, azt sem tudjuk sokan, hogy például Robin Hood című regényt, ugye ő volt, aki először lefordította, és a költő barátaival, Vörös Marti Mihállyal és Arany Jánossal pedig Shakespeare drámákat fordított le. Tehát valahogy nyilván tudott angolul, feltehetően németül jobban tudott. Ne felejtsük el, hogy a városi lakosság Magyarországon a 19. században fele beszélt németül, és az emberek nagy része is jól beszélt németül, tehát a német nyelvet használt volt, de hát emellett nyilván olvasott angolul, sőt franciául is megtanult, valamelyest a latint is az iskolái miatt, tehát, és egyébként is egy jó nyelvérzéke volt. Ő azt mondja Shakespeare-ről, hogy Shakespeare egymaga a teremtésnek a fele. Tehát, hogy egy ilyen nagyon nagy költőnek tartja Shakespeare-t, és Vörös Marti Mihállyal és Arany Jánossal megbeszélik, ugye, hogy lefordítják a Shakespeare drámákat. Petőfi Sándor a Rómeó és Júliát fordítja, illetve a Coriolanus drámát. Fiatalon meghal nyilván, tehát nem tudja a többi drámát fordítani. Vörös Marti Mihály a Lír királyt többek között. Aztán ő is 1855-ben meghal, tehát Arany Jánosra maradt, hogy ezeket fordítsa, ezeket a Shakespeare drámákat, ami több becsülettel meg is tesz. Én emlékszem, hogy mikor iskolába jártam, általános iskolába, gimnáziumba, akkor a 1980-as években a Shakespeare drámát olvastam, akár kötelező irodalomként, akkor én Arany Jánosra emlékszem, mint fordítóra, tehát még akkor is használták ezeket a 19. századi fordításokat, mi azt jelenti, hogy ezek maránylag jó fordításoknak kellett lenni. Azóta már nyilván más jelgű fordítás is készült, és ez mindenképpen azt mutatja, hogy a nyelvet egy sokszerű, sokrétű módon használt, a kreatív módon. És amit még el lehet mondani, hogy nagyon jól ír. Rátérve a versekre, hogy miért nagyok ezek a versek. Közben bocsáss meg, még Arany János tegyük helyre, említetted, hogy ő vette át a több fordítását, és ő folytatta, korán meghalt Vörös Marti is, és Petőfi is. Hogy kezdődött a Arany Jánossal való kapcsolata?
Ugye hát ez úgy, hogy Arany Jánosnak megjelent a Toldi című műalkotása, ami egy nagyszerű mű, és ezt Petőfi Sándor olvasta, és hát neki ez nagyon megtetszett, és hát rögtön felfedezte a rokon lelket, és ekkor ír Arany Jánosnak egy levelet, amit Arany János nagy örömmel fogadott, és innen kezdődik a levelezés is. Egyébként a Petőfi Sándor és Arany János levelezés az egy nagyon érdekes irategyüttes, mert ebben több mindenről szót ejtenek, ugye barátságról, verselésről is, arról is, hogy mit kéne írni, mit kéne fordítani, ki hogy halad a fordítással, meg hogy itt azért az irodalmi hétköznapi élet kiadók és írók, ki hogyan helyezkedik, hogy előnyös kiadni egy verset, hogy nem. A történészek is szeretik ezt. Hát ez egy ilyen közéleti, igen, tehát ezek a levelek nem pusztán egy-egy ilyen művészi dologhoz nyújtanak támpontot és adatokat, hanem valóban az irodalmi közéletnek is egy képét adják, ami valóban most a 20. század végi, 21. századi modern legújabb irodalom történeti és társadalom történeti kapcsolódási pontoknak a jobb megismeréséhez is hozzájárul, hiszen most manapság nem csak a nagy verseket kutatják az irodalom történetek, hanem azt a hátteret, amiben ez a nagy vers megszületett, akár az írónak a társadalmi helyzetét, vagy azt, hogy ő milyen társadalmi pályát futott be, recepciótörténet, és a többi. Tehát ez egy nagyon gazdag és sokszínűvé vált most már az irodalom és a társadalom történet, és ezekhez a kutatási folyamatokhoz nagyon jól használhatóak azok a úgymond hétköznapi események és azoknak a forrásai, amelyek fennmaradtak, így például költőknek a egymáshoz írott levelei. És akkor átérhetünk a versekre. Végre, valahára. Azt ismerjük, hogy vándorszínészként kereste a kenyerét, ekkor már kezdett írogatni, és hogyan váltott vándorszínészből egy normális költővé. Valóban ő a színészettel sokat próbálkozott, mondhatnám így is, de nyilván megpróbálkozott a verseléssel is. Az első vers, ami fennmaradt, nem az ő kéziratában maradt fenn, hanem egy másolatban, egy apográf másolatban, pontosan az egyik tanára másolta le nagy valószínűséggel. Ez 1838-ból már ismerős, az Aszódi gimnázium ból távozott ő akkor Elcsén, búcsú versként írta ezt, ez az Aszódi Evangélikus iskolából, és erről tudunk, hogy ez egy ilyen fennmaradt első vers máslat, ami ettől származik. Ezt követően, és nyilván írt verseket, és a nagyon jó kritikai kiadás lapján ezt nyomon is lehet követni, fel lehet sorolni, de az első vers, ami ugye megjelent, az 1842 a Borozó című vers az Athénéumban, és ezután még mindig tesz egy kört a színészettel, tehát Debrecent is megjárja, míg aztán 1844-ben jön fel megint Pestre, és akkor már egy 70, kb. 70 verset tartalmazó verses füzetet ad át Vörösmarty Mihálynak, és akkor innen kezdődik el tulajdonképpen az ő pályafutásának a felívelő szakasza, ez legalább két részből áll, hogy az elismerés lapján újabb-újabb versek születnek, tehát látszik, hogy tényleg egy nagyon tehetséges költőről van szó, és egyfajta egzisztencia is, hiszen hát őt részben újságíróként, szerkesztőként is alkalmazzák, tehát már fix fizetése van, és ráadásul Pesten, ami lehetővé teszi azt, hogy ő valóban biztosabb alapokon állva tudjon a költészettel foglalkozni. Emellett még van egy harmadik, tehát könnyebben ír verseket, van egy fix egzisztenciája. Ez a Pest. Ez azért fontos, mert mégiscsak az országnak a egyik központja volt, irodalmi központjának is nevezhető, és ő itt akkor már elkezd úgymond dolgozni, szakmai munkát végez, verset ír, és a társadalmi közegben is alaposan részt vesz. Tehát egyfajta idézőjelvel tett, úgymond, társadalmi prezentáció és irodalmi marketing is elkezdődik. És aztán ő persze utazik felvidék ide-oda, járja az országot, de ugye egyre híresebb lesz, és hát mindenhol azért örömmel fogadják. Ide még azt lehet még hozzátenni, hogy a verseiben ugye
a gondolat, a szókincs, az érzelem, a kifejezésmód, a ritmus, ezek nagyon egybe vannak. És olyan szavakat és olyan kifejezéseket használ, amit a korabeli társadalomban nagyon ismertek, leginkább ismertek, nem csak a felső kulturált rétegek, polgárok, nemesek, hanem a vidéki parasztság, parasztok, és ez tette őt népszerűvé, hiszen ezt mindenki tudta olvasni. És ez a úgynevezett népiesnek is nevezhető romantikus költészet, ez azért vált sokak előtt népszerűvé és kedvelté, hiszen hogy ez a jól kifejezett érzelmek, hétköznapi gondolatok, de mégis jól formált, ötletesen megformált, ez a szókincsek gazdagított stílus, ez nagyon is részben értették az emberek, és élvezték is. Nagyon szellemes költő volt, és nem csak a versei nagyon jók, hanem az írásai. Tehát a levelei, az úti levelek nagyon szellemesen, kifejezetten humorosan, gördülékenyen írt Petőfi. Tehát nem csak a versei jó, hanem a prózája is nagyon jó. És ugye a korabeli nagy veretes versek, amik Berzsenyihez, Kölcseihez, Vörösmarty Mihályhoz kapcsolnak, azokat a társadalomnak egy része értette pusztán, nagyon sokan nem, de a Petőfinek a tematikája is sokkal közelebb állt az emberekhez, egy kis tájlira, ugye? Hát a Tiszát azt nagyon sokan ismerték, ugye? Egy folyót sokan ismernek. És a Tisza című versben is olyan dolgoknak leírva, amivel a hétköznapi vidéki lakosság is gyakran találkozik. És a szerelmi, a hitvesi költészet, olyan érzésekről van szó, amivel hát minden ember, aki volt szerelmes, találkozott ilyennel, tehát ez egy teljesen érthető tematika is van itt, meg az életképek, hogy befordultam a konyhába, vagy az anyám tyúkja, vagy a falu végén kurtakos már. Ezek olyan egyszerű kis helyzetek, szituációk, amik mindenkivel előfordulnak, és Petőfi nagyon ütemesen, röviden, világosan, ütősen leírta ezeket. Ezt mondhatjuk ilyen irodalmi áttörésnek, van hőle, újításnak? Én azt gondolnám, hogy számomra az. Tehát amellett, hogy megbecsült természetesen a Berzsé, meg a Vörösmarty, ezek a... Nem nézték furán ezeket a verseket először, hát Vörösmarty Berzsé? Hát megértették. Ugye gondoljuk el, hogy Vörösmarty Mihálynak a Gondolatok a könyvtárba című nagyon vaskos, szép, klasszikus versét olvasták inkább a Kukorica hántás közben, vagy pedig Petőfi Sándornak a Tisza című versét, nem? Ugye? Tehát ezért, vagy mondjuk az anyám tyúkját szavalgatták, mert könnyen érthető volt, fülben ászó volt. Igen. Most az antik hivatkozással telepakolt régebbi nagy klasszikusok verseit, azt kevésbé talán. Irodalomtörténésznek, könnyű helyzetük van idézőjelben, hiszen elég jól dokumentált a Petőfi, külön füzetekbe érkálta a verseit. Fontosnak tartotta, hogy minden meg legyen őrizve, és minden precízen legyen vezetve a művei tekintve? Petőfi Sándornál azt lehet így a legis a nálunk között versével kapcsolatban megállapítani, hogy van néhány egyedülálló verse, amit úgy, hogy egyedülálló kéziratban van leírva, vagy például az említett már Barza József levelezésben elhelyezve, illetve vannak versfüzetei. Tehát ugye a 45-46-ban írt verseit már egy füzetbe írja le szépen sorba, a 47-es verseket szintén, a 1848-as verseket szintén, és 1849 verseit szintén. Ez már jelezhette azt, hogy ő ezeket összeírja tudatosan, hogy egybe legyenek. Nyilván a kiadásukra is gondolhatott, nyilván szerepel benne egyfajta precizitás is. De ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy tudatosan ragaszkodott ahhoz, nem csak az, hogy verset írjon, hanem hogy lehetőleg jó versek legyenek, abból is kiderül, hogy amikor pont a Bajza Józsefhez ír egy levelet, abban leírja azt, mikor mellé kell egy verset, hogy hát örülne, ha ezt ki lehetne adni, de azt is írja mellette, hogy üres munkával a közönséget fárasztani nem akarám, s ha egy sem érdemes, mármint a versek közül, jó, maradjon, mint homályban. Inkább semmi, mint rossz, írja Petőfi Sándor. Tehát ő azért figyelz, hogy amit ő... És ugyanebben a levélben le is írja, hogy két versét, amit korábban átadott Bajzának, mondjuk a Könnyeim... Visszavonta. Visszavonta a Könnyeim és az Újság című versét, hogy ez kéri, hogy örökre hagyják ki, mert hogy
ellenérzésem támad ezekkel a versekkel szemben, és akkor ezeket leírja, hogy nem. Akkor a másik érdekes dolog, hogy valóban Petőfi Sándor hagyatékában nem nagyon találunk úgymond piszkozatot. Márpedig piszkozat biztos, hogy van, erre neki... Kidobálta ezeket? Hát nem dobálta ki, hogy más megtalálja, hanem be a kandallóba. Tehát meg sem is tette, nagy valószínűséggel. Főleg ezek a tisztázatok maradtak meg jobbára, és akkor itt térhetünk rá arra az érdekességre, hogy a verses füzeteiben mégis vannak olyan versek, amik nagyon tudatosan és nagyon pontosan ki vannak törölve, mint úgy, hogy soronként, szinte betűnként törölte ki. Nem csak egyszerűen áthúzta a lapot, hanem így soronként, betűnként is. Bocsánat, meg azt is mondjuk, hogy nagyon pici betűkkel írt, tehát a satírozást is viszonylag egyszerűbb volt neki elvégeznie. Igen, a satírozást azt elég egyszerűen el tudta végezni, de Arany János sem írt túl nagy betűkkel. Vörös Marti Mihálynak voltak valamivel nagyobb betűi, de valóban ez könnyebb volt kitörölni, de a lényeg az, hogy szinte sorról sorra törölte ki, és nyilván azért, hogy rossz verset nem akart véletlenül, amit ő rossznak ítélt persze, hogy véletlenül más is láss, vagy olvassa valószínűleg. Ugye kitépni ezt a lapokat már nem tudta, mert a másik oldalon is már volt valami, esetenként ő maga be is számozta, tehát nem volt olyan egyszerű. Nem volt olcsó papír, hogy igen, és minden hát, akkor elégessen. Tehát itt igen technikai dolgok voltak, ebben a füzetben ott volt, azt már csak úgy nem lehetett, de csak áthúzni nem lehetett, na hát akkor aprólékosan. Ezeknek a verseknek egy részét egyébként Ferenczi Zoltán, 19. század végén, 20. század elején irodalomtörténész, aki Petőfi Sándorral behatóan foglalkozott, több irodalomtörténész között az egyik, részben már megfejtette, felfejtette, de van olyan verssor, amit mai napig nem tudunk teljesen elolvasni, tehát valamit sikerült úgy áthúzni, hogy ne lehessen felfejteni, de ezeknek egy része azért megvan, és én semmilyen különleges, nem tudom, drámai hullámzás nincs benne, Petőfi Sándor úgy ítélte meg, hogy nem, akkor nem. Én van, akkor egész verseket, tehát egész verset kitöröl, aztán van, amikor csak néhány sort, és azt... De igényes volt eléggé a... Erre igényes volt. Felmerül az, hogy várható-e még bővülés, előkerülhet-e még új Petőfi Sándor vers. Én ezeket sosem zárnám ki, ha csak nagyon egyértelmű bizonyíték nincs, hogy ez a költő csak 28 verset írt, minden 28 megvan találva, és még véletlenül sem került elő több. Előkerülhet, nem azt mondom, hogy nagyon sok, de ez a folyamat ez nincs kizárva. Van néhány vers, amelynek az eredeti kézirata nincsen, meg későbbi kiadásból, vagy későbbi mások által történt másolatból tudjuk, hogy létezik, és ez alapján tudunk, tehát ezek előkerülhetnek, én ebben nem látok olyan nagy reménytelenséget, mert nyilván azt gondolom, hogy azért a nagy része már előkerült. Nagy olvasottsága volt a blogunkban még jó pár évvel ezelőtt, amikor a fia született, Petőfi Zoltán született, ezt közölti több részletben a akkori naplóját, hogy a Debrecenben született a fia, és eléggé negatív véleménye volt magáról Debrecenről. Mindent így szeretett Petőfi véleményezni? Gyakran véleményezett dolgokat, heves természetű ember volt, de hát jó humorérzéke is volt. Tehát több minden dolog, ilyen kritika, akár humorból is született nála. Ez a napló, ez nem napló, amit a fiáról, Zoltán fiáról készített, hanem Zoltán fiam életrajza 7 hónapos koráig. Petőfi Zoltán, Petőfi Sándor és Szendrey Júlia fiaként 1848. december 15-én született. És akkor rá 7 hónapra ír egy ilyen. De önmagában ez, hogy Zoltán fiam életre, ez a 7 hónapos koráig, ez is ilyen tréfás megközelítés. Ehhez még hozzá lehet tenni a rajzoknál is, hogy a fiát is Zoltán, de azt egy napos korában rajzolta. Lehetett, abban is van egy ilyen tréfás, és nagyon egyszerű stilizált, egy csecsemő arcot látunk, más semmit. Ebben is azért van egy vajta humor, ötlet, hogy na ezt így. Hát igen. És hát kritikus volt, de ebben inkább humor van. Tehát amikor leszólja Debrecent, abban egy humor van benne. És ez egészen pontosan így szól, hogy született Zoltán fiam december 15-én 1848 déli 12 órakor Debrecenben, a 35 utcában, Ormos Szabó házában, az utcára nyíló kapu melletti szobában. Debrecenben, és ami több, pénteki napon.
azaz jobban mondva pénteki napon, és ami több, Debrecenben. Mert Debrecen még a pénteknél is veszedelmesebb. El annyira, hogyha a magyar függetlenség balul üt ki, azt nem másnak köszönhetjük, hanem annak, hogy Debrecenben kiáltatott ki. Micsoda gondolat is volt az egy nemzet függetlenségét olyan városban proklamálni, hol a házak kapujára ez van írva, aki bejön az udvarra, tegye be az ajtót, mert kimegy a disznó. Na most ez egy ilyen humoros felvezetés, de sok hasonló humoros felvezetése van, és ami bizonyítja azt, hogy egyébként nagyon jól ír, és nem csak humort tud írni, hanem a végén ennek az egyébként 2,5 oldalas, 3 oldalas életrajznak a végén nagyon szépen ír a saját szüleiről is, Zoltán nagyszüleiről, és azt is leírja, hogy szegény anyámnak nem teljesítette kívánsága, meghalt, mielőtt láthatta volna. Csak nem utolsó szava is ez volt, hát én már nem láthatom az én kedves kis unokámat. De az édesapja látta, Petrovics, az öreg Petrovics, ugye, ő még látta, és itt is egy pár nagyon szép gondolat van, mert az édesapjuk beteg volt már, és beszélni sem nagyon tudott, de a mozdulataival éppen azt fejezték, hogy ringatja az unokáját, és nagyon szép a mondat, ami bent talált, hogy ó fiam, amint Zoltán, ó fiam, ha felnősz, légy tisztelettel és szeretettel e két szent öreg emléke iránt, kik engemet oly végtelenül szerettek, s kik tégedet is, ha meg nem halnak vala, oly végtelenül szerettek volna, mint csak szerethet anyád és apád. Tehát ez egy nagyon szép lezárása ennek a dolognak. Megvan a gondolat, szókincs, hangulat, ritmus, minden igen, megvan. Igen. 1848. december 15-én született Zoltán, ezt említetted is. Igen. Ha visszaszámolunk az időbe, akkor 1848. március 15-én vagyunk, 9 hónappal előtte, igen, ahol elhangzott a nemzeti dal, mégis a nemzeti dal nem március 15-ére készült. Így van, a nemzeti dalt az pár nappal korábban írt a Petőfi, és nem is, nem tudták, hogy akkor még forradalom lesz, ugye. Ne felejtsük el, hogy ez részben a bécsi forradalom kitörése is befolyásolta, hogy így alakultak az események Pesten. A nemzeti dal, ugye volt egy ellenzéki gyűlés, az ellenzéki kör, és ennek ez egy gyűlésére, ami március 18-án lett volna, arra írta ezt a verset Petőfi Sándor, és akkor még 2 nappal korábban, március 13-án, és akkor, miután ez a forradalmi események elindultak, ő ezt egyébként fejből diktálta le a hagyomány szerint, ott a nyomdába, mert hogy hát nem volt nála, nem hordta magánál ezt a verset, és úgy nyomtatták ki a nyomdász legények, és úgy osztották szét a 12 ponttal együtt, és ő egyébként, hát ez esett az eső, ekkor március 15-én, és ezt úgy kommentálja a Petőfi, hogy hát úgymond az ég is megkeresztelte a forradalmat. És akkor már tudták a verset, hogy ez ennyire nagy vers? Hát az lehetett látni, ugye a vers magáért beszél, tehát amikor ezt elkezdte valaki felolvasni, elszavalni, akkor a refrén egy nagyon ütős, erős refrén, azt már nyilván a második, harmadik strófa után a tömeg is együtt kiáltotta a szavalóval, tehát ez nyilván szintén egy olyan Petőfi vers, ami nagyon erős hatással bír, és hát nagyon fülbemászó. Tehát olyan vers, aminek egy forradalmi versnek lennie kell, így utólag nézve legalábbis. Számos legenda kíséri ezt a napot, akár a 12 pont kapcsán, akár a nemzeti dal kapcsán, mégis két kéziratát is ismerjük. Ennek mi a története? A kéziratot, ugye ezt a verset, onnan kettőt emelnék ki leginkább. Az egyik, ami benne van, az 1848-as füzetében. Ezt oda nyilván beírta a többi 1848-as versei közé. A másik, ami fontos, az ott kinyomtatott nyomdai példány,
Ennek az első kinyomtatott nyomdai példány, ami őrzünk, az azért is fontos, mert ezt Petőfi Sándor úgymond dedikálta, és ráírt az, hogy ez a magyar szabadság első lélegzete. Ez még azt is hozzá kell tenni, hogy mielőtt úgymond lefoglalták volna a nyomdát, akkor felmerült, hogy jó, akkor vigyük a cenzorhoz, amit ki szeretnénk nyomtatni, mert ugye ez volt a rend, hogy vigyük a cenzorhoz, az ellenjegyzi, hogy mehet a nyomdába, és akkor rögtön valaki mondta, hogy szó sincs szó már cenzorról, hiszen ezt már a szabadság jegyében tesszük, tehát ez ebből a szempontból is fontos, ezt nem mutatták be a cenzornak, és akkor így nyomtatták ki. És aztán egy másik legenda, ami a március 15-éhez tartozik, hogy a legnagyobb valószínűséggel Petőfi Sándor nem szavalta le ezt a verset a Nemzeti Múzeumnál, bár éppen lehet, hogy elszavalhatta volna, és az sem kizárt, hogy máskor esetleg elszavalta, de március 15-én, ami az akkori feljegyzéseiben szerepel, itt nem szavazta, ugye az orvosi karnál szavalt el a Pivasz kávéházban, a színházban elhangzott le egy szavalat, és a Hegnast Landeren nyomdánál. Erről, hogy a Nemzeti Múzeumnál is sor került volna egy ilyen szavalatra, erről nem ír Petőfi Sándor. Köszönöm szépen Lipta Endrének ezt a kiváló beszélgetést Petőfi Sándorról. A kópia.osk.hu oldalon különböző digitalizált kéziratokat, leveleket találhatnak az érdeklődők. Ez volt a 10. podcast adásunk. Most kicsit elmegyünk nyaralni, és szeptemberben jönnek az újabb szerkesztett és fölvett adások. Solymosi Ákos segítette a munkánkat. Kérjük, hogy iratkozzanak fel Spotify-en, Google-en, Apple-en, ahol tetszik. Viszont hallásra!